Idén olimpikon és VB 14. helyezett is lett Japánban Pignicki Fanni, mindkettő rég nem látott eredmény. 21 év után szerepelhetett újra magyar ritmikus gimnasztikázó az ötkarikás játékokon, míg a világbajnokságon elért 14. helyre 25 éve nem volt példa. A nem akármilyen évről beszélgetünk Pignicki Fannival és edzőjével. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Mennyire tűnt távolinak ez a sok cél akkor, amikor belekezdtetek az olimpiai ciklusba, és mondjuk kitűztétek célul, hogy igen, szeretnétek eljutni az olimpiára? Hát igazából minden csak egy álomnak tűnt, és csak dolgoztunk és csináltuk, és olyan gyorsan történt szerintem minden, hogy szerintem még mindig nehezen tudtuk így feldolgozni az elmúlt egy évet. Hát igen, van mit feldolgozni. Noém, egyébként konkrét, reális, kitűzött cél volt az, hogy az olimpiai szereplés az meg lehet? Hát inkább csak reménykedtünk, de ilyen konkrét céljaink mindig csak az volt, hogy a gyakorlat pontszámát maximumra megcsinálja Fanni, és ezáltal így lépésről lépésre haladtunk, és jobb eredményeket értünk el. Mikor volt az a pont ezekben a lépésre lépés előre haladásban, amikor mondjuk azt érezted, hogy valóban képes vagy erre a teljesítményre és ilyen eredményekre, hogy ez is meg lehessen? Én legelőször az első világkupa előtt Szófiában éreztem azt, amikor harmadikként fordultam, hogy talán erre lehet esély. De utána nagyon hosszú volt a világkupa sorozat, ugye 4 állomása volt, és ugye a harmadik-negyediket elrontottam, így akkor a világkupáról nem sikerült kvalifikálni. És akkor utána nagyon közel volt az Európa-bajnokság, így nem tudtuk, hogy másfél hét alatt mennyire fogjuk tudni összeszedni magunkat, de szerencsére sikerült. Mekkora bravúr volt ez az olimpiai szereplés kiharcolása, mármint, hogy azt én is elmondtam, hogy ugye nagyon hosszú idő után sikerült ez magyar versenyzőnek, de hogy milyen nehézségei voltak és buktatói ennek az útnak? Hát ez szerintem nagyon nagy bravúr volt, amit csináltunk, és hát a buktatója az volt, hogy a Fanninak a világkupa sorozatban mindenképp 3 között kellett, hogy legyen, ahhoz, hogy pontszerző legyen és oda kerüljön, és amit mondott, hogy az utolsó versenyét sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztük, és akkor volt egy másfél hetünk, hogy újraépítkezzünk, és az Európa-bajnokságon vagy megcsináljuk, vagy nincs olimpia, tehát tudtuk, hogy ez a lehetőség van, és nagyon jól megugrottuk. Így kell izgalmassá tenni, nem? Mindenki egy kicsit tudjon izgulni. 20. lettél végül ugye az olimpián. Hogy élted meg az egész utazást? Mármint a nagy utazást úgy értem, hogy a versenyt is és az egészet összességében, meg ezt a helyezést. Nagyon nagy élmény volt. Ugye szerencsére már volt alkalmam részt venni ilyen multisport eseményen, de azért az kisebb volt, mint az Európa játékok, vagy az Univerziádé. Így azért nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok, de mégsem. Amikor odaértem, akkor nagyon sok új dolog fogadott, és nagyon sok új élményben volt részem, és váratlan helyzet, de összességében nagyon-nagyon élveztem mindent. Hát a versenyen voltak hibáim, de úgy érzem, hogy ennek ellenére is nagyon szépen helytáltunk, és hogy amit tudtunk, azt kihoztuk belőle. Te is elégedett voltál? Nyilván elégedett voltam. Tudtam, hogy akár jobban is mehetett volna Fanni, de amilyen évet letudtunk már előtte, meg amilyen versenyszériákon részt vettünk, azért egy kicsit máshogy indultunk, mint a többiek, akik tudták mondjuk már előtte 2,5 évvel, vagy hogy csak erre készülnek. Mögöttünk meg rengeteg verseny volt és stressz helyzet, és mind a mentális, a lelki állapotunk egészen más volt, mint a többieknek. Igen, azért a bizonytalanság az nagyon kimerítő lehet. Ennek függvényében, hogy azért egy stresszes időszak volt, utána maga az olimpia is gondolom egy stressz volt, mert egy új élmény, egy új impulzus. Mennyire vitt tovább ez a nagy hosszú utazás után a lendület a világbajnokság felé? Hát őszintén megmondott, az olimpia után nagyon elfáradtunk mindannyian, mert ugye január óta folyamatosan úton voltunk és versenyeztünk, és tényleg annyira nagy stressz helyzet volt az egész, plusz a vírussal is kombinálva, hogy ki mehet, mikor, hova a tesztek, hogy ez egy plusz tehár volt úgymondva. És hát az olimpia után mindannyian tényleg nagyon elfáradtunk, így kellett egy kis idő, hogy próbáljunk feltöltődni, de elég nehéz volt visszarázódni így a mindennapokba a szünet után, de így úgy érzem, hogy pont a világbajnokság előttre sikerült. Tehát ott előtte már láttátok, hogy ebből lehet valami. Mi volt a célkitűzés ott a világbajnokságra? Hát mindenképp, hogy én nekem az, hogy 18 közé kell mennünk. Tehát a döntőben jutás. Így van, abszolút, abszolút.
és hát tudtam is, hogy a Fanni képes rá. Ráadásul a versenyzők ugye nem változtak az olimpia óta, tehát szinte ugyanaz a mezőny volt. És tudtam azt, hogy a Fanni hol tart, így a többiekhez képest, úgyhogy én 18-ba vártam őt. Teljesített is. Mennyivel volt mondjuk nehezebb dolgod most, mint 2 évvel ezelőtt a világbajnokságon? Én őszintén mondom, sokkal jobban élveztem ezt a világbajnokságot, mert azt éreztem, hogy már senkinek semmit nem kell bizonyítanom se ebben az évben, és hogy azért nagyon nyugodtan mentem ki a szűnyegre, igazából csak élvezni szerettem volna, így sokkal könnyebb volt. Itt arra is gondoltam, hogy, hogy lecsökkentették a döntős mezőnyt, igaz? Tehát, igen. Hogy akkor még 24-es mezőny volt, és akkor még az volt a siker, most pedig a 18 is simán meg lett, ezt mondhatjuk ezzel a 14. helyezéssel. Ez mutatja igazán az előrelépést? Abszolút, abszolút. Azért így Magyarország évekkel ezelőtt azért ilyen középmezőnyben volt a világbajnokságon. Tehát nekünk is azért, ha megnézzük az előtte lévő eredményeinket, azok nem voltak ilyen sikeresek. 19-ben volt az áttörése a Fanninak, amikor 24-be ment, és most meg már a világ 14-e. Tehát, hogy azért nagyon rengeteget fejlődött. Ez azért igen, önmagáért beszél. Igen. Téged meglepett ez a 14. hely, vagy tudtad, hogy ez benned van? Én nem szeretek eredményekben gondolkozni, azért főleg előtte nem szoktam ilyen eredménybeli célt kitűzni. Így meglepett, hogy sikerült ilyen helyezést elérnem. Azt tudtam, hogy a gyakorlataim jól sikerültek a kvalifikációban is, és hogy a döntőben is, hogy amiket megcsináltam, a karika, a labda és a szalagat nagyon jól sikerült, ott a buzogányban volt egy kisebb rontásom, kisebb-nagyobb, de hogy ennek ellenére így nem gondolkoztam helyezésben, így meglepődtem, amikor végén 14. lettem. Itt azért olyan teljesítményről van szó, meg olyan eredményekről, amelyekre 20x éve nem volt példa. Pedig biztosan nagyon sokan próbálkoztak. Mi az, ami miatt Fanninak jött ki a lépés, és ő képes erre az eredményekre? Tehát mi az, amiben ő jó teljesítményben? Vagy akár abban is, hogy egy pontozásos sportágról beszélünk, hogy azért sikerült elérni, hogy megadják azokat a pontokat? Mindennek az összetevője úgy, ahogy mondod, de én azt gondolom, mivel ugye Európában ő volt az egyetlen, aki kijutott nekünk az Európa-bajnokságon, és hát nagyon sok európai ország volt az ellenfelünk. A Fanni mentálisan sokkal erősebb, mint a többi. Tehát akkor ott abban a pillanatban ő tudja hozni azt, ami kellett ehhez. A többiek meg nem tudták. Úgyhogy nagyon büszke voltam rá, mert rengeteg ország várt, és tudtuk, hogy mindenki jó. Tehát mindenki jó volt, aki erre várt, hogy olimpiára menjen. De akkor ott abban azon a napon a Fanni volt az, aki 4 hibátlan tudott csinálni, a többiek meg nem. A mentális erő, igen, az óriási erő, és ahhoz, az, hogy ez megmaradjon, ahhoz kell a pihenés is. Most ezért a főszerep? Van egy kis pihi itt az erős év után? Igen, most van egy kis pihenő, de aztán kezdjük az új szabályra való készülést, mivel nagyon sok minden változik, és erre egy hosszú folyamat lesz felkészülni. Minden szempontból új ciklus kezdődik most, tehát, hogy itt olvastam, hogy a ruhádat is elbúcsúztattad, meg a gyakorlatokat, akkor teljesen új szabályokhoz is alkalmazkodni kell. Minden szempontból új ciklus kezdődik, és mi a célkitűzés ebben az új időszakban? Hát első körben én azt, hogy először készüljenek az új koreográfiák, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz, mert nagyon sok minden változott, tehát teljesen új. Úgy, ahogy mondod, még a dresszeken is változtatni kell, mert új szabályok lettek, a dresszkódex is. Tehát, hogy első körben az, hogy elkészüljenek a gyakorlatok, milyen pontszámot tud hozni egy gyakorlatban, mert azért az nem lesz egyszerű így összerakni neki, és nyilván készülünk, és meglátjuk, hogy mire lesz elég, de hát a Fanninak sok szempontból már rutinja van a fiatalokhoz képest, mint az összes többi kislánynak, aki ugye marad így az olimpia után, mert nagyon sokan megmaradnak a régi társaságból, és akkor szerintem a versenyen fogják eldönteni, hogy hová tartunk, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Akkor én jó munkát kívánok nektek, meg újabb rekord eredményeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.